Röviden összefoglalnám, hogy az elmúlt fél órában mi történt. Bejelentette állítólag ma délután Molnár Gyula, hogy megállapodott az egyéni választókerületek elosztásának arányában 60-40-ben az MSZP és a DK. Harangozó Tamás azt mondta erre első vendégemként, hogy ha a pártelnök mondta, akkor biztosan így volt. Utána beült ebbe a székbe az imént az Együttől Juhász Péter, és azt mondta, hogy ő DK-soktól tudja, hogy ez így nem igaz, és nem is találkoztak, jól hallják, nem is találkoztak ma az MSZP-sek és a DK-sok, meg egyébként az elmúlt napokban sem, és 60-40-es ajánlat konkrétan korábban el sem hangzott. És akkor arra Kovács Attilával folytatjuk, a DK külpolitikusával, külügyi kabinetvezetőjével. Hogy folytatódik a történet? Volt ilyen megállapodás, vagy nem? Nézze, itt Juhász Péterrel sok olyasmiről beszéltek, amivel én milyen egyet tudok érteni. Például arról, hogy minden körzetben egyetlen embert indítson a demokratikus ellenzék a Fidesz-szel szemben. Ahhoz, hogy ezt az embert megtaláljuk, ahhoz, hogy mögötte összefogjanak ezek a pártok, eddig példátlan bizalomra van szükség. Tehát ezeket a tárgyalásokat... Ez nincs nagyon megalapozva, csak az elmúlt fél óra, meg az elmúlt egy hét Itt azért folytak bizalmi eszmecserék a háttérben az elmúlt hónapokban, sőt, hát az elmúlt hetekben elég intenzíven, különböző pártok között, és tulajdonképpen ez oda vezetett, hogy megteremtődött egyfajta bizalom, de ez csak úgy működik, hogyha a megbeszélt témák, döntések, vagy legalábbis javaslatok bennmaradnak. Na jó, ne csigázzon, kivel beszélt a folyosón a reklámszünetben? Mit tudott meg a saját pártjáról, meg az MSZP-s megállapodásról? Én csak Juhász Péterrel beszéltem. Vagyis? Nem, ő is föltette nekem ezt a kérdést, és én széttártam a kezemet. Jaj, most nem mondja, hogy nem tudja, hogy most ez igaz-e ez a megállapodás, vagy nem. Nézze, nem vagyok a delegációnak a tagja, nem értesülök mindenről, bár a delegációnak a tagja az elnökséget rendre informálják a kialakult helyzetről. Azt tudom, hogy nekünk meg kell állapodni. Hallott 60-40-es ajánlatot? Ahhoz, hogy mi megállapodjunk, nem tehetünk olyan lépést, ami a bizalmat csorbítja. Ezt muszáj önnek elfogadnia. Önnek is ez az érdeke. Legalább hallott ilyen ajánlatról? Hát hogy ne hallottam volna? Most itt az elmúlt percekben... Ha az elmúlt egy percben, vagy az elmúlt fél órában hallotta, csak az nem jó jel, hogy itt az asztal körül. Ez nagyon jó jel, mert azt mutatja, hogy tulajdonképpen az a bizonyos zárt ajtó zárva maradt. Hát igen, csak ami onnan kijön, azt a felek tökéletesen ellentétesen értékelik, úgy tűnik. A következő napok szerintem talán ezt meg fogják oldani, ezt a rejtélyt. Azt nem értem, hogyha Molnár Gyula konkrétan bejelentette a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában, hogy megvan a megállapodás, akkor hogy lehet, hogy mondjuk ön nem örül ennek? Tehát már ez is jelzésértékű. Jó a kérdés, de én az érzelmeimet nem fettem fenn előtt. És? Én a bizalmat, a tárgyalási bizalmat kell szolgáljam a politikát. Ha úgy fordítom le a választát, hogy ha most leleplezi az MSZP-t, hogy nincs ilyen megállapodás, az a rontja a bizalmat, és ezért nem tesz ilyen kijelentést, akkor jól értelmezem a, hát finoman szólva, diplomatikus és nem túl sokat mondó válaszait? Nem érti. Egyelőre az a szabály érvényesül, hogy akkor fogunk nyilatkozni, amikor megállapodtunk. Idáig még nem jutottunk el, de hát el fogunk jutni. Hát ezzel választatott a kérdésemre, hogy nem állapodtak meg, hát mert nem nyilatkoznak. De miért állapodtunk volna meg, még előttünk áll sok-sok le nem zárt ügy? Megtörtént a bejelentés. Majd meglátjuk, hogy... Az milyen megállapodás, mint az egyik fél megállapodásként értékel, a másik meg azt mondja, hogy nincs bejelentés, mert még nem állapodtunk meg. Ez egy sokrétű megállapodást jelent, nem csak abban, hogy hány százalék lesz, ez még változhat, bármi változhat. Azt hiszem, hogy aki érteni akarja a válaszait, az érti is, és nem örül neki. Csak belelát bizonyos dolgokat. Szerintem nem akarunk tulajdonképpen még kiállni semmilyen információval addig, ameddig mindent tisztán le nem tárgyaltunk egymással, nem csak az MSZP-DK viszonylatában, de más pártokkal is. Letárgyalták önnel azt, amikor kiderült, hogy a DK határon túliaktól elvenné a szavazati jogot? Kérdezem azért, mert teljesen speciális az ön helyzete, mert hogy Nagyváradon született, a Kolozsvári Egyetemet végezte el. Igaz, hogy 83 óta Budapesten él, de hát azért az erdélyi gyökerek adottak. Mit szól ehhez? Így igaz, adottak. Én itt már többet éltem, tehát én nem Erdélynek számítok, hanem Nagyváradon született budapestinek, de ez semmit nem
ad hozzá és nem von el abból, amit most mondani fogok. Az elmúlt évtizedben, tehát pontosabban 2004 óta, amikor lezajlott az a bizonyos népszavazás a kettős állampolgárságról, én nagyon sokat szerepeltem a médiában, cikkekkel is, interjúkkal is, amiben kifejtettem ebbéli véleményemet. Már 2004-ben nem támogattam tulajdonképpen a kettős állampolgárságot. Nagyon világos volt számunkra az, hogy milyen veszélyeket jelent nem Magyarországra, hanem például a határon túliakra ez egy ilyen lépés a Fidesznek. Egyébként a Fidesz ugyanígy látta a dolgokat 2005 előtt. Még 2004-ben is gyakorlatilag. Tehát mit jelent ez az egész történet? Ez az egész történet nem más, mint az a forgatókönyv, ami Magyarországon is megvalósult. Ugye ön is egyetért velem abban, ha kijelentem, hogy gyakorlatilag a magyar polgárságnak egy nagyon nagy részét fogjuk politikai fogolyként, sőt az egész polgárságot, az egész magyar ember, az összes magyar ember politikai fogolyként, így vagy úgy, de politikai fogolyként, tuszként kezeli a Fidesz. Ugyanezt történt a határon túl, azzal, ha nem csekély különbséggel, hogy tulajdonképpen is most nagyon erősen fogok fogalmazni. Úgy tekint az Erdély, sőt a többi kisebbségi, a határon túli kisebbség, magyar kisebbségre, mint egyfajta politikai prostituáltra. Tudnélék, ezeket úgy szólította meg, olyan manipulációval, mint amilyen manipulációval itt a társadalom egy részét tulajdonképpen állította szembe a legbensőbb emberi értékekkel. Ezek nagyon, nagyon erős jelzők, amiket használ, és én meg pont azt nem értem, hogy ha a határon túli magyarságról van szó, akkor miért csak a Fidesz és az ő viszonyukat elemezzük folyamatosan? Miért evidencia, hogy az ellenzék itt nem rúglabdába, és most nyilván nem a Jobbikra gondolok, hanem a baloldali ellenzék? A Jobbik sem rúglabdába, úgy látom, a határon túl. Tehát egyáltalán nézze, most én nem fogok a Jobbikkal foglalkozni, de a demokratikus ellenzék összes pártjával tudok foglalkozni, azzal együtt, hogy mi egészen markánsan más véleményt képviselünk, mint a többiek. De azt tudom, hogy senki ebből, tehát a demokratikus ellenzék pártjaiból senki nem volt hajlandó olyan populista és, hogy mondjam, a határon túliak politikai és emberi értékeit veszélyeztető politikába fogni, mint amiben a Fidesz fogott. Nyilván olvasta Tamás Gáspár Miklós publicisztikáját a témában, és ő azt mondja, hogy azért, mert ők a Fideszhez vonzódnak, elutasítani őket, ez önzés és kicsinyesség. Ez én nem tartom egy helyes álláspontnak, itt nem arról van szó, hogy azért utasítanánk el, mert a Fidesz szolgálják. Azért utasítom el ezt az egészet, mert egy olyan politikához adnak legitimációt, ami az alapvető magyar érdekekkel, Magyarország érdekeivel ellentétes. Tehát ellentétes. Magyarországon látjuk, hogy milyen különleges helyzet van, mind az európai-magyar viszonylatban, mind pedig a demokrácia intézményrendszerét illetően. Hullik szét minden, és ehhez a legitimitás gyakorlatilag ma már nem magyarországi tömegek adnak, hanem a határon túl. Horn Gábor tegnap itt azt mondta, hogy szerinte kifejezetten veszélyes játék, amit a DK űz, mert hogy a baloldali szavazókat nem fogja mozgósítani, mert mindenki tudja, hogy esélytelen az, hogy elvegyék ezt a szavazati jogot a politikai matematika alapján, viszont a fideszeseket meg jól aktivizálhatja, mondvá, hogy na, jönnek a hazárulók és elvennék a szavazati jogot, őket meg oda viszi az urnához. Nem először nem először bizonyult tévesnek egy ilyen Horni, mármint Horn Gábori. Horni? Horn Gábori, úgy értettem. Ja, hogy úgy. Igen, nem angolul beszélünk. Szögezzük azért le. Tehát egy Horn Gábori vízió nem először bizonyul majd tévesnek, egyáltalán nem értek ezzel egyet. Gyakorlatilag egy demokratikus pártnak kötelessége a tömegeknek figyelembe venni a szándékait, figyelembe venni az érzéseit, nem pedig manipulálni ezeket. Mi nem akarjuk őket manipulálni, hanem figyelembe venni azt, hogy tulajdonképpen mi az, ami számukra fontos. Márpedig számukra Európa fontos, számukra a magyar demokrácia fontos, és ez a kérdés. Tehát a határon túli vonatkozásban is ez a két fő kérdés. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a meghívást.